Azt mondja, hogy nagyon köszönjük az értékes visszatekintést és lehet, ez nem egészen értem, hogy mire írhatta a hallgató. Ja, oda van írva, hogy tisztelet Maci kollégának, így már kapizsgálom. Na jó, azt mondja, napi csotáért másztam ki az ágyból. Na hagyjuk szerintem ezt szerintem. Jó, nem, köszönjük szépen. Nem kell mutogatni, nem... Na. Ez az. Ennyi. Jó. Ez az embereket. Valaki írja már meg, hogy túl hosszú volt és uncsi. Jó, mert különben még, nem vé... még véletlenül így... Uncsi, meg nem volt hosszú. Tudod, mennyit melóztam vele? Még összegerem részem, <laughs> mindenféle információt. A koncentrációt, azt láttam az arcodon, igen. Azt vé... végig azt figyeltem. Úgy, hogy... Igen, mert, mert, eddig ilyen csapongó voltam, most megpróbáltam így nagyon össze, nagyon egy logikai vonalra felfűzni az egészet, hogy minden info benne legyen. És ez mi volt ez el... a vonal? Hát ez, hogy kicsit az előzményekről, Na, a politikai kontextus, földrajz, jó, jó, jó. Volt. kicsi haditechnikai ismertető. Jó, van magá... nem komolyan kérdeztem, nem komolyan kérdeztem, tehát mindenki hallotta, érezte, átérezte. Na, Na mit olvastál? Mit ír a magyar sajtó? Kérlek szépen, én azt olvasom, ami engem nagyon nem lepett meg, de azért mégis egy év alatt 45%-kal kevesebb lett azoknak a diákoknak a száma, akik felmentést kaptak a tanórai részvétel alól, írja a népszava, össztársadalmi érdek, hogy a gyerekek iskolába járjanak és végzettséget szerezzenek, Ez, ezt mondja a kormány, amelyel gyakorlatilag megszüntette a magántanulói státuszt, helyette pedig egyéni munkarend igénylésére van lehetőség. Lényegében ezzel is ugyanúgy mentesülni lehet a tanórai részvétel alól, ám sokkal szigorúbb feltételekkel. A változtatás sikeres volt, az oktatási hivatal adatai alapján a sikeres időzőjelbe tette a népszava. A 2020-2021-es tanévben 5214 tanuló. ...nak volt egyéni munkarendje, még a 2019-2020-as tanévben 9545 gyermek tanult magántanulóként. Uh -huh. Oké, okay, a DVST képzeld el, mint a foci csapat. Ne. Uh, megvan, van olyan, tudod. DVST, Há, futball, az uh, ZRT, október 22-én a közgyűlési Uh, nem. A Debreceni képviselőtestületnek a következő testületüléséről van szó, és ott uh, tárgyalnak a DVSC-t érintő kérdésekről, és van benne egy olyan, hogy kiszáll a csapat a kaszinóbizniszből. <laughs> 230 millió forintot kaphatnak a, ezért a, a tulajdon részért. Tehát a foci csapat mögött álló gazdasági társaság válna meg a Szima Gábon, Gábor, kaszinóiban meglevő tulajdoni hányadától. Ő 14-ben a kaszinópiac felosztásakor, az emlékezetes piacosztáskor nyerte meg a jogot a Debreceni, valamint a Nyíregyházi Egységek üzemeltetésére. És Ebbe vették be 40-40 százalékos -40 kisebbségi tulajdonosként a Loki mögött álló céget is, és ennek az eladása. De miközben a bal összekötőnek a blackjacket? Akkor sem értette senki, <laughs> illetve csak hát, volt, voltak, aki érteni vélték, most minden esetre kiszállnak belőle ez a friss információ. A világgazdaság címlap sztoria az az, hogy 3 százalék lassulhat az infláció Magyarországon. Mikor? De a decemberre uh -huh. akár háromszázalék, most már az akár is hozzá van téve a cikkhez, a címben még nem volt akár. Lényegesen alacsonyabb szeptemberi fogyasztói árindex és a várakozásoknál erősebb eurozónás defláció okozhatja, gyenge forint árfolyam kevésbé. Így nincs lépéskényszerben az MMB, na, de erről majd még fogunk beszélni a heti kitekintő rovatba, úgyhogy nem lőném el az összes puskaporát az elemzőnek. Illetve még annyit mondok, hogy szintén a világgazdaság címlapján az van, hogy lendületet kaphat a lakossági hitelezés a lakásfelújítások támogatása miatt. Kell is az ösztönző, mert az első 8 hónapban 2,4%-os bővülés volt a fogyasztási hitelszerződéseknél, szerződéseknél, ám a Babaváron konstrukció nélkül harmadával esett volna a piac, írja tehát a világgazdaság. Jó, oké, akkor. Én már nem mondok többet, mert ránéztem az órára. Jó. Akármit mondok a napi csatáról, csak újabb a védő üzeneteket provokálok ki, úgyhogy fölhagyok ezzel a tevékenységemmel. Azt mondja, hogy Gábor olyan ábrázattal hallgat a napi csatát, hogy arra nehéz szavakat találni. Kérlek, próbáld meg, mert a lelkes, minden <laughs> minden szaván csüngő, vagy nem, nem tudom, tehát é értem. Tehát... Nem ezzel voltam elfoglalva szerencsére. Nem, 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 de hogy a kedves hallgatót fölkérem, hogy akkor nyugodtan találjon szavakat, mert euh, én azért próbáltam a kamerába úgy néz ki, mintha ez rendkívül fölizgatna engem is, úgyhogy ezek szerint nem tudom, hogy túl jól sikerült el, vagy hogy éppen nem annyira sikerült. Na jó, nézzük ezt a tőzsdét. Hol Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A tűzdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon -e nyerté. Fél százalékos volt pénteken 33.225 pontos záró értékkel a vezető papírok közül csak a Telekom esett 6 ot 353 forintig, 8 százalékot ment föl az OTP 9700 forinton, zárt a MOL fél százalékot erősödött 1665 forintig, a Richter pedig 6 ot 6600 forintig. nézem az alsóházban volt -e valami érdekes. A cikk volt még értelmezhető forgalomban elég rossz napja, 3,1%-ot ment lefelé az árfolyama, és hát a vesztesek táborát gyarapítja még mondjuk a értelmezhető forgalomban, de már az sem túl nagy és túl acélos, a Nutex 2,3%-os mínusszal. Úgyhogy te jössz, Gábor! Egy uncsi nap volt pénteken, úgyhogy nem érdemes annyira sokat beszélni róla. Dow Jones kicsit föl, főleg azért, mert a Pfizer jó teljesítményt nyújtott, 4%-ot emelkedett, mert hogy azt jelentette be, hogy a a koronavírus gyógyszerei gyengy, hogy is volt ez, valami gyorsított eljárásba kapott engedélyt akár már november végére, vagy valami ilyesmi. Lényeg az, hogy ennek örültek a befektetők, aztán mi volt még, A Boeing is két százalékot emelkedett, kettőpillér, két és felett, úgyhogy ezért az ipari szektor összességében jól szerepelt, viszont visszaadták kicsit a technológiát az idei év nyertesét, kicsit módosultak itt, tehát az arányok, ettől még nagyon durván túl teljesítő ez a szektor, de 30% ugye plusz a Nasdaqben, az S&P most 8%-ban van, a Dow Jonesnál meg azért érdekes ez a kis emelkedés, mert így a mínusz nullából plusz nullába sikerült átvergődnie magát, már mi az éves teljesítményt mutatja, de a korábbi napokhoz képest ez, ez nem volt egy túl izgalmas nap. Tehát a mínusz 0,2-ből plusz 0,2-be az ipari index. Úgyhogy most pedig már kis pluszban vannak az előrejelző mutatók is, így reggel. Európában, most már is az elmúlt napokban azért érezhetően rosszabb a hangulat, mert Amerikában nem foglalkoznak a vírusadatokkal, Európában igen. Tehát most, hogy már egyre több országban komolyabb intézkedéseket hoznak, és Fölmerül ismét a gazdasági hatás az, hogy ez már visszahathat, a korlátozó intézkedések visszahathatnak a gazdasági növekedésre, meg a cégek teljesítményére. Ez már az európai kereskedésben az elmúlt napokban benne volt, és lehet, hogy benne lesz most is, mert a hétvégén is jöttek ezzel kapcsolatos hírek. Amerikában is már éppen a harmadik hullámról beszélnek már, ami a járványt illeti, de egyelőre a tőzsdét nem izgatja a dolog, mint ahogy az első kettőnése izgatta, tegyük hozzá. Úgyhogy illetve a szektorok egy nagy részét nem izgatta, úgyhogy nagyjából ennyi látszik most így előzetesen. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon nyertét támogatásával. Képzeld el, Gábor, hogy Szoller Andi fog ma híreket mondani aki szerintem, ha hogy így maga mellé képzelem, egy jó vastag bolyhos pulóverbe és egy nem kevésbé bolyhos pokrozba csavarva készítette el a hírblokkot, mert már a korán reggel panaszkodott nekem arról, hogy nulla fok van. Nulla fok ott, ahol ő él. Hú, hát tényleg? Az... Hú, én meg én itt, én... itt megnyugtatom a hallgatókat, hogy, hogy nem lehetnek lefagyások, mert hogy azért még pluszban maradtunk, hogy akkor ezt gyorsan módosítanám, hogy még sokkal óvatosabban közlekedjünk, mint amit javasoltunk ettől függetlenül is a műsor elején. És fogadjuk szeretettel Czoller kollégén a hírcsukrát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.